A Pontmagazin mai műsorában grafika és fotókiállításra is ellátogatunk, majd a Fonóban hallhatunk előzetest a Budapest Folkfest műsorából. Tartsanak ma is velünk! Gévai Csilla április 18-án nyitotta meg Űrfürdő című kiállítását a B32 Galéria és Kultúrtér Trezor Galériájában. A mesekönyveiről, gyermekeknek szóló ismeretterjesztő és környezetvédelemre nevelő rajzos munkáiról és kiváló illusztrációiról ismert grafikus most egy igazán különleges tárlattal lepte meg a nagy közönséget. Gévai Csilla ugyanis kilépett az űrbe, hogy onnan vizsgálja bolygónkat, más égitesteket és a végtelen univerzumot. Életemből sok-sok párhuzamos történet lett bekeretezve és kiállítva. Ez az űrfürdő, ami össze tartja őket, az univerzum. A kelenvölgyi alkotó az elmúlt időszakban több olyan megrendelést is kapott, amelyek valamilyen formában a csillagos égbolttal, bolygókkal, holdakkal, csillagképekkel voltak kapcsolatosak. Én magam lepődtem meg a legjobban, amikor egyik munkát leadva jött egy következő, ami megint arról szólt, hogy fessek egy bolygót, csináljak egy földet. Mi lenne, hogyha csinálnék egy csillagtérképet, mi lenne, hogyha egy egész kártyát rajzolnék csillagképekkel teli, gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. Ezek mindig felkérések voltak, tehát nem az volt, hogy én szerettem volna mindenáron, hanem jöttek ezek a munkák, és én azt mondtam, hogy de jó, ez engem érdekel. Ezt a kiállítási anyagot voltak éppen az élet készítette, ebben a formában így együtt első alkalommal láthatták azok, akik kedvelik a kedvesen humoros, de mégis elgondolkodtató, emberi érzéseket megmozgató Gévai Csilla alkotásokat. Színesebbé teszik az életemet a saját humorjaim is, a saját képeim is, a képeimben a humor is, tehát hogy így azt hiszem, hogy a feldolgozó mechanizmusom igen fejlette miatt, mert ugye mindig közhely, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Azt hiszem, hogyha van az embernek humora, akkor az már ellehetetleníti a depressziót. Saját magamon is tudok nevetni sokszor. Sokat. A kiállítás 2019. május 10-ig tekinthető meg a Trezorban. Tímár Attila fényképeiből nyílt kiállítás április 25-én az Új Buda Galériában. Az irodalmárként, költőként, a kortárs irodalmi folyóirat főszerkesztőjeként is ismert Tímár Attila most Jurák Bettina táncművészről készített egy olyan fotósorozatot, amely az ifjú tehetség fejlődésének lépéseit mutatja be. A tánc a szavakat, mondatokat alakítja át mozgássá, a fotóművész pedig ebből a mozgásból ragadta ki a pillanat mozdulatlanságát, mondta a kiállítást megnyitó Jolsvai András író, aki Tímár Attila tanára volt az egyetemen, azóta barátként kíséri figyelemmel sokoldalú tanítványának tevékenységét. Őben éppen az az érdekes, hogy számos művészeti ágat próbált ki, és mindig a határhelyzeteket próbálja kitapintani. Tehát itt is, hogyha látjuk, most csak erről a kiállításról szólva, ugye egy táncművész pillanatait örökíti meg. Van-e nagyobb ellentmondás, mint az állóképpel érzékeltetni a mozgást? Biztos van, de ez az egyik nagy ellentmondás, amit ő ragyogóan tud megoldani, többféleképpen egyébként. Hát vannak olyan képei, amelyekben mozdulatannál dermeszti a mozdulatot. Máskor meg éppen fordítva, felerősíti. Jurák Bettina táncművész maga is ellátogatott az őt ábrázoló képekből felépült kiállításra. Nagyon, nagyon szépen megragadta a pillanatot, így állóképként is nagyon helytáll. Úgyhogy azért talán az egyik kedvencem, illetve nagyon átjön rajta a szenvedély, ami számomra nagyon fontos, illetve ez az, ami így a karrierem során igazából nagyon ösztönöz arra, hogy dolgozzak, mert a tánc nekem egy nagyon nagy szenvedély. Bettina és Attila 6 évvel ezelőtt kezdtek együtt dolgozni. Akkor a táncosnő még a Pécsi Művészeti Gimnázium diákja volt, ma pedig a legtehetségesebb kortárs táncművészek közé sorolják, aki fotómodellként is építi karrierjét. Tímár Attila több ezer képet készített a szép és tehetséges táncművészről, és ezek közül a legjobb 21 alkotást hoztál az Új Buda Galériába. Legalább annyira szól ez róla is, mint róla, hiszen azt próbáltam követni, vagy bemutatni, hogy hogyan nőtt föl, hogyan vált mondjuk
kislányból, vagy tinédzser lányból. Egyrészt életművi, másrészt igazi táncosság. Azokat a gondolatokat válogattam össze, meg érzéseket, amit én megláttam benne. Hiszen mondjuk egy ilyen hosszú kapcsolatban nagyon sok kép készül, több száz, illetve több ezer. Megpróbáltam azt kiválogatni belőlük, ami jellemző, vagy jellemző volt arra a korszakra, hogy éppen gondolkodott saját magáról és a világról. Szerintem ez egy cél szempont is volt Attila részéről, hogy ezt is kiemelje a fotókon keresztül, hogy ez a szakma nem csak szép, de hogy kemény munkával meg kell dolgozni azért, hogy olyanok lehessünk, aminek szeretnénk lenni. A Táncrend című kiállítást május 17-éig láthatják. Tizedik alkalommal rendezi meg a FONO a Budapest Folk Festet, amelyhez idén társrendezőként a Hagyományok Háza is csatlakozott. Az évek során sokat változott a fesztivál, mondták el az Újbudán működő zeneház képviselői az április 26-án tartott sajtótájékoztatón. A FONO-nak az ünnepi napjai ezek, ezen események. Anu így kezdtük bár is, hogy tudtuk, hogy a napi rutin, heti táncháza, klubeste, két hetente, tehát az állandó jazzkoncertjeink, tehát hogy így betöltik a mindennapjainkat, és hogy erre kéne lapot húzni, és kitaláltuk, hogy tavasszal igenis érdemes összerakni 4-5 napot, olyan napot, amikor olyan zenekarokat tudunk elhívni, amelyeket különben évközben nem tennénk meg. A 10. jubileumi fesztivál 4 helyszínen várja a közönséget május 22 és 25 között, a FONO-ban, a Hagyományok Házában, a Kubuci Kertben és a Trip Hajón. Hagyományosan a FONO Szerda Táncházzal indul a sorozat, a Bazseva, a Dalinda zenekarokkal, tánctanítással és táncházzal. A Hagyományok Házában a kisebbségek hangjai koncerteken az Etnorom, Gorán Bolcsevszki, a Ljubljanában élő makedón klarinétművész és zeneszerző kvartettje, majd a belga Refugees for Refugees formáció lép fel. Nagyon örülünk annak, hogy ez a Budapest Folk Fest a kisebbségek hangjára tette a hangsúlyt. A roma zenét szeretnénk bemutatni a magunk módján, a magunk hangszerelésében. Mi körülbelül 40 éve pályán vagyunk, egyébként ezt hozzá kell tenni. Annó a Kályággal indultunk, és most Etnorom zenekarként tulajdonképpen a roma zene sokszínűségét szeretnénk bemutatni. Másnap az olasz Surrealistas, majd Clarissa Jovanovic és Della Segodba szlovén formációját ismerhetik meg a fesztivál vendégei. A Muharai Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsorában hagyományőrző együttesek generációival találkozhatunk, akiket Sebestyén Márta háziasszonyként lát vendégül a Hagyományok Háza színpadán, este pedig a határon túli hagyományőrzőket képviselve a százcsávásiakkal kiegészülve lesz fergeteges táncház. A Kubuci Kertben az Erdőfű Zenekar és a Pásztor Húratar táncházat, felép a máltai Tribali Band, valamint a Franciaországban élő spanyol-roma származású Juan de Lerida, a Flamenco Nuevo, vagyis az új flamenco egyik jeles képviselője, aki egy este ad koncertet Marko Markovics brassbandjének virtuóz balkáni fuvósaival. Különleges program lesz a FONO-béli törökest kiváló fellépőkkel, valamint a Mediterráneum zenéiből táplálkozó Mei Bahar és neves görög zenész vendégeinek koncertje. Három lemez bemutató koncertre is sor kerül a sorozatban, Vaszi Leventa, Fölszállott a Páva közönségdíjas Csángó énekese és tanítványának közös lemeze a FONO-ban, Balogh Melinda Népkerék című erdélyi cigány népzenei koncertet tartalmazó albuma a Hagyományok Házában, a Messze Csinka legújabb albuma pedig a Kubuci Kertben mutatkozik be.